támogatási kérelemről a pozitív elbírálást. 2016 év végén megkötöttük a támogatási szerződést, ezt követően elkezdődött az engedélyes és tenderterveknek a készítése, valamint a közbeszerzési eljárásoknak a lebonyolítása. Mit is jelent a területfejlesztési operatív programban a Csaba Park fejlesztése? Egyrészt megvalósul a körtesori fogadóépület, ami egy látogatóközpontként is fog funkcionálni, valamint a mostani étterem résznek a folytatásaként fog megvalósulni, ugyancsak egy látogatóközpont, ahol egy 200 fős rendezvénynek a megtartása is lehetséges most már a későbbiekben, és nagyon fontos, hogy a fesztiválok idején pedig nagyon jelentős nagyságú vizes blokk is kialakításra kerül az épületben. A Csaba Park fejlesztésének egy fő eleme pedig a közművesítés, a fesztivál helyszíneknek a kialakítása, sátorhelyeket fogunk kiépíteni, csapadékvízzel vezetés, illetve a különböző közműhálózatnak a kiépítése fog megvalósulni az erdő területben. Hát egy olyan dolgot valósítunk meg, ami eddig még nem volt. Egy meglévő erdőbe, egy 30-40 évvel ezelőtt telepített erdőbe, és köszönjük az elődeinknek, akik telepítették. Valósítunk meg egy olyat, hogy az erdőt is gondozzuk, de közben behelyezzünk olyan attrakciókat, olyan rendezvényhelyszínt, stb. Feldolgozó részt, amik a csabai kolbászt, mint rendet reklámozzák. Egy, kettő a leglényegesebb, hogy a helyieknek pihenőpark lesz, vagy már el is indult ez a folyamat. A turizmusnak pedig egy nagyon nagy lehetőség, hogy ide jöjjenek akár a nagy rendezvényekre, tehát a fesztiválokat be akarjuk idehozni a Csaba Park területére. Alkalmassá válik majd az helyszín, a nagy rendezvények, a csülökparádé, a kolbászfesztivál és más egyéb nagy rendezvények lebonyolítására 21. századi körülmények között, illetve a további fejlesztések, hogy a zöldváros kialakítása program keretei között egy ilyen zöld szempontú részben a természeti értékek megvédésére fókuszáló fejlesztés, és aztán a modern városok program keretei között még további nagyszabású fejlesztés lesznek itt. Előre láthatóan, amiről most beszélünk, az a következő 2-3 esztendőben megvalósulnak. Egyrészt létrejön ugye ez a látogatóközpont, amit említettem itt az étterem közelében, és a körtesori fogadóépület, ami egy információs pont is lesz, egy csomó vizes blokkal, kiszolgáló helyiséggel, kölcsönző funkcióval, egy bormúzeum és egy pálinka múzeum is helyet kap ezekben a helyiségekben, és mondom, ami nagyon fontos az az, hogy itt egyrészt utak, járdák és olyan felületek alakulnak majd ki, amik segítségével a mai kornak megfelelő módon lehet nagy rendezvényeket is lebonyolítani. Széchenyi 2020 készült Békéscsaba megyejogú város önkormányzatának megbízásából.